Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 16. adásában. Bibók Barbara vagyok. Mai műsorunkban képet kaphatnak az október 15-i kókai, szüreti, állat és kirakodó vásárról. A Tündérvölgy Bábszínház hamarosan kezdődő előadásairól. És a Bagi Szinkron Nyugdíjas Egyesület működéséről. Tartsanak velünk! Kóka községe is kiveszi a részét idén a szüreti mulatságokból, méghozzá egészen rendhagyó módon, ami igazándiból az ő településükön nem is annyira rendhagyó, hiszen a szüreti állat- és kirakodóvásár több éves múltra tekint vissza. Ennek kapcsán köszöntöm sok szeretettel stúdiónkban Kóka polgármester asszonyát, Juhász Ildikót. Jó napot kívánok! Illetve Gyurica Anitát, Kóka Község Kft. Ügyvezető igazgatóját, a program szervezőjét. Kívánok! Elsőként polgármester asszonyt kérdezném, hogy ugye több éves múltra tekint vissza ez a kirakodó vásár, de hogyan is alakult ez a történelmi szál a vásár tekintetében? Nos, hát nálunk Kókán ez azért kettő különböző esemény volt. Volt egyszer a szüret, és volt egyszer a vásár. A vásár már írásos emlék maradt fönt, hogy 1928-ban is volt már Kókán vásár. Valamikor ez időtájt kezdődött, és kirakodó, illetve állatvásár volt, és évente, tehát két havonta rendezték meg ezeket a vásárokat. Két jelentős nagy állatvásár, a februári és a novemberi vásár volt. Ilyenkor hozták a malacokat és adták el, akkor vették meg a kókai lakosok, illetve a térség lakói ezeket az állatokat, nevelték föl és később vágták le. A kirakodó része árultak itt ruhákat, cipőket, mindenféle olyan dolgot, amit be tudott szerezni a kókai parasztember magának egész évre. És nem csak ilyen dolgokat, hanem például reggelente jöttek, és sült kolbászt tettek az emberek, tehát ilyeneket is árusítottak. Cukorkát, édességet, mindenféle megtalálható volt itt, és nagyon-nagyon élvezték, és nagyon szerették a kókaiak. Azonban jó pár évvel ezelőtt tapasztaltuk, hogy bizony a megrendezett vásárokon egyre kevesebben vannak. És gondolkodott a képviselőtestület, hogy lehetne ezt fellendíteni, hogy újra a régi vásárok hangulatát tudjuk előidézni. Azt gondoltuk, hogy úgy tudunk segíteni az árusokon, a magyar árusokon, hogyha ingyen adjuk oda a helyet. Tehát aki jött oda árusítani, annak nem kell most helypénzt fizetnie. Jól értem, hogy ez kifejezetten a magyar árusokra? Igen, mi ide magyar árusokat hívunk. Szeretnénk azért ezt megőrizni, hogy magyar készítők magyar termékeket tudjanak itt árusítani. Így aztán ingyen adjuk a helyet ezeknek az árusoknak, és hát próbálunk kedvezni is nekik, mert valamivel ide kell csalogatni az embereket, és érdekes programokat szervezünk ezért még a vásár ideje alatt a vásár területére. Hogyan kapcsolódott össze ez a dolog a szürettel? Nos, hát ugye Kókán sok szőlő van, ezt tudni kell, körbe szőlőterületek veszik körül a települést. Három fő rész, Margithegy, Kutyahegy, Fölsőhegy, ez az a három, ahol szőlőt termesztenek. Körülbelül majdnem 400 boros pince található, és hát ilyenkor ugye, akinek szőlője van, az ősszel szüretel természetesen. És most azért gondoltuk, illetve hát a program szervezője Gyurica Anita, hogy na akkor ezt a kettőt most össze kellene kapcsolni. És így lett az ötlet, így kerül most majd megvalósításra. És ugye október 15-én szombaton kerül ez az idén megvalósításra. Milyen programokkal fogják várni az érdeklődőket? Kulturális programmal természetesen. Ez már a második ilyen szüreti vásár, ahol fellépnek a helyi néptáncosok, a szomszédos községből, Dányról is jön egy néptánccsoport. Lovaskocsizás lesz szüreti felvonulás a vásártér fölött elhelyezkedő Kutyahegyre.
a boros pincék megnyitják kapuikat, és itt borkóstolásra is lesz lehetőség. És ami nagyon fontos, hogy a Magyar Vöröskereszt véradósátorral kijön a rendezvényre, úgyhogy az emberek vért is adhatnak. Lesz filmsátor, ahol Pörzse Sándor és Riskó László Csillagösvényen című dokumentumfilm sorozatát vetítjük a délelőtt folyamán, és lesz egy gazdasági előadás, egy társadalomkutató Molnár Ervin előadásában, ami a jelen gazdasági helyzetről szól. A címe Egyetlen kiút. Mindemellett azonban lesznek kifejezetten gyerekeknek szánt programok is, ha jól tudom. Igen, kézműves sátorba várjuk az ügyes kezűeket, csuhé és csutka játékokat készíthetnek majd itt, ami ugye a szürethez szervesen és a kukorica töréshez szervesen kapcsolódik, illetve lesz egy kis játék, egy Toldi erőpróba nevű játék, ahol különböző népi játékokat próbálhatnak ki, és egy kis akadályversenyen is összemérhetik az erejüket a gyerekek. Korosztályban milyen gyerekekre számítanak a... Óvodás korúaktól az általános iskola végéig őket még tekelheti. A nagyobbakat pedig a pincetúra már. Ahol. Ja, és lesz mustkészítés, valamint lekvárt is főzünk. Nagyszerű. A mustkészítéshez pedig a nagyobbaknak a segítségét várjuk, mert ott a prést meg kell szorítani. Erőpróba ez is akkor. Igen. A mustkészítő erőpróba. Igen. Elég vegyesnek tűnik a program, úgyhogy úgy látom, hogy elég sok érdeklődő csoport meg lesz itt szólítva. Helyszínek tekintetében, hogyha az érdeklődők megérkeznek, hol fognak zajlani ezek a programok? Ez mind a Kókai Vásártéren. Mind a Vásártéren. Nagy Kátai útról nyílik, van egy nagyon nagy terület, ahol ezek évtizedek óta zajlanak, ezek a vásárok, és hát e köré tettük ezt a kulturális programot. A szüreti felvonulás kifejezetten a kókai táncosokból fog állni, vagy vannak vendégtáncosok is szüretiben? A dányi ördöngős néptánccsoport is részt vesz ezen. Lovaskocsikkal, traktorokkal és pótkocsikkal visszük föl az érdeklődőket a Kutyahegyre. És élő népzene is lesz. Ó, de jól hangzik. Ez egészen estig fog tartani egyébként? Reményeink szerint igen, de hát érdeklődéstől függ. Tehát ameddig bírják. Igen. Ja, és amit elfelejtettem mondani, hogy főzünk kőlevest, ezt már másodjára csináljuk így a vásárba. Az árusok hozzák a belevalót, mi pedig a követ adjuk. Miből áll a kőleves? Milyen ez a kőleves? Ez egy népmesékből ismert recept. Most a népmesét nem ismertetném, de ez tulajdonképpen a szeretet levese lesz, hiszen mindenki hoz bele valamit jó szívvel, nem pedig a fukarság levese, amit ahogy a népmesében készítették, hogy kéregetni kellett. Hogyan jön ebbe a kő? Az ugye pont egy kemény dolog. Miért éppen kő? Akkor mégis elmondom népmesét. Úgy történt, hogy egy fiatal embernek, aki járta az országot, volt egy köve, és azt mondta, hogy ő ebből a kőből tud levest készíteni, és bekopogtatott egy házba, ahol kérdezte, hogy ismerik-e ezt a receptet. Hát, mert hogy kéne neki hozzá egy-két hozzávaló. Nem ismerte a háziasszony, viszont felkeltette az érdeklődését, és azt mondta, hogy hát éppen egy fazekat tud hozzáadni. Elkezdte forralni a legény a követ, kérdezte az öreg asszony, hogy hogy áll a leves. Hát, öreg anyám, kéne még bele. Ez is, az is. Hát éppen akad egy kicsi a spejzban, a kamrában, úgyhogy így szépen az öreg asszony beleadott a levesbe minden hozzávalót, és egy nagyon finom leves kerekedett belőle. És akkor itt is egy nagyon finom kőleves lehet ezek szerint majd megkóstolni. Mindenféle hozzávalóval. Füstölt kolbásszal, tésztával készül ez a leves. Hát természetesen azért irányítjuk a vásározókat, hogy ki mit hozzon bele. Említették itt tulajdonképpen azt, hogy külső települések fellépői lesznek itt, a dányiak már elhangzottak. Az érdeklődőket milyen településekről szokták fogadni, honnan érkeznek? Hát mondhatom, hogy árusok nagyon messziről is szoktak érkezni az ország
legtávolabbi pontjairól is. Például északi középhegységből jönnek lekvárkészítők, most csak így őket említeném, de Somogyból, Zalából is vannak árusaink, visszatérő árusaink. A környékbelieket viszont hát vásárlásra várjuk, és hát szórakozást kínálunk nekik. Milyen kiemelkedő termékek vannak, ami mondjuk érdekességnek számít, vagy ami mondjuk minden esetben egy olyan dolog, hogy mondjuk napi szinten használja az ember, és itt érdemes lesz megvásárolni? Hát azt gondolom, hogy minden kiemelkedő termék, gomba, szárított gomba készítmények, sajt, túró tejtermékek, pékáru, zöldségek, gyümölcsök, ilyenkor kihozzák a gazdák a krumplét, a hagymát, ruhanemű, kalap, sapka, csizma, ha minden igaz, akkor Gyomaendrődről jönnek hozzánk csizmakészítők. Akkor igazi népi jellegzetességű ruhadarabokat is meg lehet vásárolni, igen, ha jól értem. Igen, igen. Ruhanem. És milyen állatkínálat lesz sertés, az idén? Sertés. Szinte mindig csak sertés van, hát egy-két lovat, juhot ki szoktak hozni, de hát ez nem a vásár területén, hanem amellett, tehát a bekerített részről nem jöhetnek be, mert állatorvosi engedélyünk csak sertésre van. Értem. De azért szoktak ezt is, azt is még mellette árusítani. Hogyan lehet jelentkezni, hogyha valaki árusítani szeretné a portékáját? A plakátokon, megadott telefonszámon kérjük a bejelentkezést. Mindenképpen kell a jelentkezés, mert el szeretnénk kerülni, hogy egy áruféleségből több árusító legyen, hiszen az senkinek nem jó. Persze, érthető. A weboldalon, interneten hol tudnak utána nézni az érdeklődők, akár a látogatók, akár az árusítani vágyok? www.kókaművház.hu oldalán, mert hogy ez a KFT, a Kókai Művelődési Házat vezeti, úgyhogy ott oda kapcsolódik a weboldalunk. Mit üzennének a kedves nézőinknek, akik most a beharangozót hallgatták itt a Régiopusz Televízió műsorán, miért jöjjenek el a kókai szüreti programokra és a vásárra? Hát én azt mondanám, hogy egy nagyon szép őszi napot töltsenek el velünk, mert gazdag kulturális programot ígér ez a rendezvény. Megtekinthetik a borospincéinket, és beszerezhetik a télire valót, ahogy ez régen is történt a vásárokban. Polgármester asszony? Szerintem kapnak egy szeletet kókából, megismerhetik a településnek egy oldalát, mert ezen kívül még azért számos nagyon figyelemre méltó oldalát is ismerheti meg az ide látogató, és hát szerintem mindenképpen egy ilyen őszi hétvégén, ahol kultúra, ahol portékát is kap, az megéri eltölteni egy családnak, kisgyermekeseknek is, mert nekik is szórakozás, nem csak a felnőtteknek. Kedves nézőink, hát akkor tartsanak együtt a kókai szervezőkkel október 15-én Kókára, a szüreti állat és kirakodó vásárra. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük a meghívást. Hamarosan Bagra érkezik a Tündérvölgy Bábszínház, ezért meghívtuk a Bábszínház kedves házaspárját, Begicsen Melindát és Begicsen Ottót, hogy meséljenek nekünk a bábszínházukról. Szeretettel köszöntelek titeket. Szia. Illetve szeretettel köszöntöm a bábokat is, akik már itt sorakoznak, kifejezetten a csillagszemű juhászunkat, és az ördögünket, akik élőben is eljöttek ma hozzánk. Melinda, mesélj nekem kérlek arról, illetve a kedves nézőknek, hogy hogyan jött ez az ötlet, hogy bábszínház, illetve miről is szól a ti bábszínházatok itt a Tündérvölgyben? Hát 2009-ben volt az óvodában, ahova a kislányom jár, akkor igaz, meg a kisfiam járt oda, egy karácsonyi ünnepség, és az óvónénik felkértek minket, hogy hát a szülők találjanak ki valamit a gyerekeknek, és akkor jött az ötlet, akkor nagy kedvenc volt Bogyó és Babóca, Bartos Erikának a kis mesehősei,
és hogy mi lenne, ha báboznánk egyet. És akkor így ketten Ottóval egyik este összeültünk, én készítettem két kis bábot, ő készített egy paravánt, és akkor így megszületett az első előadás. És akkor rájöttünk, hogy ezt mennyire élvezzük, és milyen jó dolog, és akkor Farsangra 2 hónap múlva még egyet készítettünk. És aztán így maradtunk, mert ez tetszik, és jó, és nagyon élvezzük. És remélem a gyerekek is. Sokasodtak a mesék, sokasodtak a bábok tulajdonképpen. A paravánokból is több lett, vagy az maradt egy? A paravánokból is több lett, mert először egy ülő paravánnal dolgoztunk, vagy játszottunk. Tehát ez a Bogyó és Babóca történet, ez még egy ülő paraván mögött zajlott. Azóta készült egy álló paraván, mert hát ez sokkal jobban használható, és nagyobb is, magasabb is, és hát minden szempontból jobb, mint az ülő. Hogyan készülnek ezek a paravánok? Gondolom, akkor te készíted ezeket saját kezűleg. Milyen anyagokból áll össze? Illetve megvan, hogy melyik meséhez, melyik paravánnak hogyan kell funkcionálni, vagy pedig a mesét igazítjátok a paravánhoz? A mesét igazítjuk. Pontosabban így is és úgy is. A paraván az tulajdonképpen mindig ugyanaz, de a díszletek, a kellékek, és természetesen a bábok is mindig a meséhez igazodnak. Úgyhogy ezáltal mindig át van öltöztetve egy kicsit a paraván is. Az ülőt azt már nem nagyon használjuk, csak az álló paravánt, illetve létezik ugye még egy másik verzió is a bábszínháznak, ami a feleségemnek, Melinek a saját kis bábszínháza tulajdonképpen, az asztali bábszínház, ahol nincsen paraván, hanem van egy 3 méter hosszú asztalka, és amögött bábozik Meli, és mondja a mesét, ezért is bábos mesemondó, ahogy ezt mi kitaláltuk, és ott egy személyben ő adja elő a mesét, ő bábozik, ő kellékezik saját magának, sőt, még élőzenével is kíséri, élő hangszerrel kíséri az előadását. Tél apó nagyon elfáradt a hosszú úton. Csendesen üldögél székében. Ruhája már rég megkopott, fényét vesztette. Leányai köré gyűltek, becézgették, dédelgették. Szaladt hozzá nyártündér legszebb ruhájában. Mellette állt ősztündér is, s lábához kuporodott legkisebb leánya, tavasztündér is. És tulajdonképpen most az álló paraván és az asztali bábszínház az, ami működik. Milyen meseitek vannak a repertoárban, akár egyik, akár a másik variációhoz kötődően? A paravános előadások, amiből ugye lesz most majd Bagon ez a bérletes kis bábszínház, abból van egy Marék Veronika nyomán készült darab, ez az Utolsó kincs, amiben Vitéz László a főhős. Ezt egy kicsit szabadon értelmeztem, nem a kis Paprika Jancsis Vitéz László nekünk, hanem egy vándorlegény. Akkor van egy Andersen mese nyomán íródott kis darab, aminek az a címe, hogy a Király új ruhája. Ez tulajdonképpen Andersennek a Császár új ruhája meséjét dolgoztuk fel. És van egy magyar népmesénk, a Csillagszemű juhász. Főszereplőt itt láthatjuk. És van még egy magyar népmesénk, ami még a kezdetekben dolgoztunk fel, így az egy kicsit rövid, úgyhogy az egy kis átdolgozásra szorul majd, az pedig a medve, a róka és a szegény ember. És vannak az asztali előadások, amiből egy picit több van, mert tavaly, ahol többet tudtam egyedül földolgozni, abból van egy Holleanyó, ami egy kicsit téli darab, van egy Didergő király, amivel már több helyre eljutottam. Van, mert nekem is gondolkodni kell. Olyan sok van már. Igen, most már van több is.
Hát az a lényeg, hogy már igazából. Hamupipőke, igen, hamupipőke, ő a, itt is vannak a bábok belőle. Rózsaszínben látjuk hamupipőket? Igen, rózsaszínben hamupipőke. Ugye, aki átöltözik a darabba, van egy foltos ruhája, és ő az egyik mostoha testvér. Itt mellette? Így van. És van még egy asztali darab, aminek az a címe, hogy a lépes méz, és egy kedves bagi meseíró, a Polgár Jutka mesély nyomán készült, tavaly egy meserendezvényre, amit Bagon szerveztek. És nem is tudom, van még, amit nem mondtam? Így. Szerintem nincs. Szerintem a négy asztali, és tulajdonképpen három nagy paravános előadás. A negyedik az, amit mondott az imént Meli, a medve, a róka és a szegény ember, azt most éppen nincsen műsoron, de igazából csak azért, mert és az volt az első ilyen nagy paravános darabunk, és azon még szeretnénk dolgozni, hogy az még jobb, még szebb legyen. Még egy asztali eszembe jutott, egy magyar népmese, a szóló szőlő mosolygó alma csengő barack. Így van. Ami viszont annyiból rendkívüli, hogy az nem a 3 méteres asztalon játszódik, hanem Otto rajzolt hozzá egy mesekönyvet, és az egy kis asztalon történik, és a mesekönyv kell életre. Tehát ahhoz egész kis bábokat használunk. Kinyitjátok a könyvet, és úgy jönnek be a bábok. Igen, tehát azt egy kisebb csoportban lehet előadni. És az összes bábot saját kezűek készítitek, nem tudom, összedolgoztok egyébként? Igen, a varrás azokat én készítem. Az önnői munka. És vannak munka. Ezek a kellékek, a cipő, bot, illetve azok a díszletek, ami kemence, kandalló, ezeket ottól készíti. A varrás az pedig az én falakot. Mennyi időt vesz igénybe egy ilyen bábnak az elkészítése? Mert azért az látszik, hogy gyönyörűek, tehát nagyon szépen össze vannak dolgozva itt a varrások, meg az arcok, tehát minden nagyon aprólékosan. Hogyan kész? Ez nehéz kérdés, mert igazából még sosem mértem le. De ha úgy nagyon össze akarnám adni az órákat, hát azért egy bábon több napon dolgozom. Nem azt mondom, hogy leülök és 8 óráig egy bábot készítek, de mondjuk egy két-három napig készül azért egy báb, amíg úgy mindene a helyén összeáll. Van. Kizárólag ketten báboztok egyébként a paravános előadásokon? Nem. Vannak jó barátaink, akik ilyenkor nekünk borzasztó sokat segítenek bábozni, és illetve a technikai háttér működtetésében, a zenei effektek bejátszásában segítenek. Az asztali báb előadásoknál, ahol viszont Meli egyedül bábozik, ott ő saját maga szolgáltatja a zenei kíséretet is élő hangszerrel. Fuvola, időnként gitár, furúja, és még egy asztalnyi egyéb apró hangszer. A xilofontól kis dob, csörgődob, nem is tudom felsorolni. Bármi, amivel kreatívan hangot lehet adni. Lehet kiadni, az szerepel a repertoárban, igen. És ugye most nem sokára a 3 kiemelt mesét, amit itt említettetek, paravános előadás keretében, ezt Bagra fogjátok elhozni nekünk. Mikor is pontosan? Október folyamán, ugye? Így van. Hétfő és keddi napokon lesznek az előadásaitok. Így van, és október 17-e lesz ugye az első, és 2 napot adtunk meg, hogy... Egymásra 2 napon fog akkor játszani. Először természetesen a hétfőt próbáljuk föltölteni, és reméljük, hogy tele lesz, és akkor megindíthatjuk a keddi előadást is. A következő, az első ugye az utolsó kincs lesz, a második majd novemberben, még nekem is puskáznom kell, 14-15, igen. Igen, az a Király új ruhája, az Andersen mese, és december 12-én majd a Csillagszemű juhász magyar népmese. És ugye délutáni órában, tehát 15:30-kor Bagon a Dózsa György Művelődési Házban lesznek megtekinthetőek ezek a mesék. Hogyha valaki mindet meg szeretné nézni, itt ugye van bérletvásárlási lehetőség, milyen árakon működnek ezek, és hol tehetik meg a vásárlást az érdeklődők? Bérletet vásárolni, illetve helyszínen jegyet vásárolni a Bagi Művelődési Házban lehet.
Most pontosan a nyitvatartást nem tudom, de szerintem délelőtti órákban, és a bérletnek az ára, ami a három előadásra érvényes, az 1500 forint, a helyszínen váltott jegy pedig 600 forint. A három előadást úgy kell értelmezni, hogy egy nap mindkét meséből, és akkor, hogyha valaki repetázni szeretne a meséből újra másnap, akkor az ott 600 forint, ha jól értelmezem. Vagy hát valószínűleg ennyire szigorúan ezt nem veszük. Tehát, hogyha valaki azzal fordul hozzánk, hogy ő neki annyira tetszett az előző nap, mondjuk az utolsó kincs, hogy szeretné még egyszer megnézni másnap, akkor ezt megteheti. Tehát ezen nem fog múlni. Csak minél többen legyenek, így lehetőleg. Igen, tehát a második napi előadásoknak mindig az a feltétele, hogy az első napot, az első nap rendben lemenjen, illetve hogy legyen annyi néző, hogy a második napra is jusson. Tehát tulajdonképpen, ha az első napot sikerül feltölteni nézőszámmal, akkor lesz második nap is. Ha nagyon nem sikerülne, akkor nem, de akkor gondolom egy későbbi időpontban meg fogjuk ismételni, hogyha van rá igény. De bízunk benne, hogy azért az az egymást követő két nap ez meg lesz. Csillagszemű juhászunk és az ördögünk, mit mondana itt a kedves nézőknek, miért jöjjenek a gyerekek és a felnőttek is mesét nézni? Nos hát, gyerekek, én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas előadásokban lesz részetek, amennyiben látogattok hozzánk. Esetleg van már közületek olyan, aki láthatta valamelyik előadást korábbiakban. Én azt gondolom, hogy azoknak is érdemes eljönni, mert lehet benne újdonság, lehet benne új dolog. Két előadás sem történik sosem ugyanúgy. Úgyhogy gyertek, szívesen látunk benneteket. Felnőtt kísérettel vagy anélkül, gyertek hozzánk. Úgy bizony, lehet, hogy most nem ott fogok felbukkanni, ahol szoktam. Hát, nem kötöm az orrodra. Ja, jó. Na, akkor ez meglepetés lesz. Hát akkor gyerekek, gyertek minél többen, nézzétek meg, hogy hol fog most felbukkanni a gonosz ördögünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. És köszönjük szépen. És akkor mindenkit várunk szeretettel a bábokkal együtt, október 17-én, 15 óra 30-kor az első előadásra. Nézzük meg az utolsó kincs című mesét a Bagi Művelődési Házban. Beszélgető partnerem a stúdióban Balázs János, aki a mai műsorunkban több titulusban is képviselteti magát. Elsőként, mint a Bagi Szinkron Nyugdíjas Egyesület elnöke fogok vele beszélgetni. Köszöntöm Önt a stúdióban, kedves János! Hogyan jött létre a Bagi Nyugdíjas Egyesület? Hát ez egy kicsit hosszabbra nyúlik vissza, ha kezdhetném az elejétől. Kezdjük az elejétől. Nyugdíjas klub alakult 1971-ben először Bagon. Sajnos egy fél év múlva megakadt. Annyiban maradt, nem tudni miért, szálakot nem tudtam kibogozni. A következő alakulás az már 77 júliusában volt. Tehát gyakorlatilag jövőre lesz a klubunk pont 35 éves. Gratulálok! Na, hát én nekem a klubbal való kapcsolatom az 2000 nyarán kezdődött. Ugyanis érműtétek miatt egy kicsit megtorpantam a fizikai munkába, elfoglaltságot kerestem, megtaláltam a nyugdíjas klubot, eléggé mozgékony, agilis ember lévén. Hát beálltam közéjük, akkor még mint szürke tag. 2002-ben 15 évig volt egy nagyon jó vezetője a klubnak, a Balázs András bácsi. Ő akkor lemondott idős korára való tekintettel. Na, akkor kerültem be a vezetőségbe, nevezzük így, akkor még vezetőséggel működött. Majd 2004 óta vagyok az elnöke, illetve akkor még titkárnak nevezték, a titulus később alakult ki, miután egyesületet szerettem volna csinálni a civil szervezetből,
Na akkor alakult ki az elnökség, tehát gyakorlatilag 2004 óta igazából vezetem a egyesületet, már most nevezzük így. Hát egy csomó forradalmat vezettem be, hát először nagy meglepetésekre. Milyen forradalmakról beszélhetünk? Hát én bevezettem a zenés klub délutánt, ami, hát erre nincs is példa, talán nem nagyon tudok róla. Hogyan néz ki? Élő zenekarral, beszélgetésekkel, tehát hangulatosabb, meghittebb, táncolnak az idősek, jó kedvre derülnek, és szívesen jönnek. Hány tagot számlál egyébként a klub jelenleg? Hát eléggé ingadozó, hát idősek révén vagy lebetegednek, vagy nagyon elöregednek, de olyan 150-170 között. Tehát elég az egyik legnagyobb civil szervezet, Bagon. És hol lehet ezeket a zenés esteket lebonyolítani, délutánokat? Hát olyan szerződést kötöttünk a önkormányzattal, hogy a művelődési házat a rendelkedésünkre bocsátja. Mivel nincs gyakorlatilag olyan épületünk, ami a nyugdíjasoké lehet, tehát a minden hónap utolsó vasárnapja a miénk, és minden hétfő délutánja. De azért, ha kitérek a programokra, mert beindítottunk egy pár szakkört. Megy az ultiverseny, szakkönyveket szereztünk. Tehát van egy sakkcsapatunk is, és egy römi csapatunk. Van egy is részt vesznek egyébként ezekben a tevékenységekben, vagy itt inkább már a férfiak részére? Hát ez inkább férfias. Még a röminé néhány hölgy is jelen van, de úgy nem igazán. Hát ők van pletyi. Szinten inkább ott vannak ki. Akkor ők is, csak más elfoglaltságot. Van ő nekik, ugyanis van nekünk egy vegyes karunk, egy női karunk, és egy férfi karunk, és egy népi zenekarunk is, a tánczenekarunk kívül. Tehát, hogy mondjam, eléggé lefoglalom őket, de szívesen jönnek, szeretnek ott lenni. Nagyon sok meghívásunk van. Milyen fellépések, milyen meghívások ezek? Ezek népzenei inkább, tehát csak népdalokkal nem engedem be a műdalt, betartva a 8 percet, tehát amit hivatalosan előírnak. Minősítést is szereztünk, a vegyeskar is, férfikar is, kiválóra minősültünk, és úgy gondoltam, hogy ennyi elég is. Nem kell nekünk minősítés, nem sztárok akarunk lenni. Magunknak csináljuk, magunk szórakozására, és ha valakinek tetszik, meghívnak, szívesen elmegyünk. Ennyi. Amennyiben ugye közel van a helyszín, mert azért most már a utazás elég drága. Vannak-e így a közeljövőben kilátások, fellépésekre, meghívásokra? Nagy valószínűséggel a Nyugdíjas Expón ismét részt veszünk. Tavaly a megyéből 3 csapat vett részt. Hát egyik szerencsések mi voltunk, akiket meghívtak, az országos vezetők. Elmentünk, sikerült, volt egy kis sikerélmény, druk, hát ami ezzel jár, mert az idősek, mégiscsak idősek. Na, maradjunk ennyiben. Bár belül fiatalok, de... Az legfontosabb, igen. Így, igen. Hát így próbálom ide édesgetni őket. Azért ilyen népes a tábor. Bár nem elég népes, mert 960 nyugdíjas van a településen. Ahhoz képest... Jó, ebbe azért sok a 80 év fölötti. Értem. Tehát aki nehezen mozog, nem. De... Meg vagyok elégedve azért a létszámmal. És ugye az idősek kapcsán nem csak nyugdíjas egyesület elnöke, Bagon János, hanem ugye az Aszódi Kistérség idősügyi tanácsának is egy eléggé komoly pozícióját foglalja el, méghozzá itt is elnöki pozícióban tevékenykedik. Hogyan épül fel ez a szervezet? Mit mondhatunk el erről?
Nos, megint vissza kell nyúlni egy picikét, most nem olyan messzire. 2002-ben kormányszinten hirdették meg az idősügyi tanácsokat. Nálunk 2004-2005-ben alakítottuk meg először Pest megyébe. Az első elnökünk a néhai Kovács László kartali polgármester volt. Nos, az ő halála után esett rám a választás. Hogy miből is áll ez az idős civil szervezetek vezetői, a tanács tagjai. Tehát itt nyugdíjas egyesületek, nyugdíjas, tulajdonképpen, vagy más vagy, jelleg, bármilyen mozgássérültek, tehát, de a többnyire az idősekkel foglalkozó, és ez a nyoknak az égisze alatt működött, felkiáltójelben, megmagyarázom miért, ugyanis a nyok, hogy a nyugdíjasok országos képviselete. Ők karolták fel ezeket az idősügyi tanácsokat. Na, az idősügyi tanácsnak mi is a dolga? Ugye, mint idős emberek lévén jobban ismerik saját problémájukat és társaik problémáját. Hát ezeknek a föltárása, nyilvánosságra hozása, esetleges segítsége, tehát félreértés ne essék, mi nem bele akartunk szólni dolgokba, hanem csak jelen akartunk lenni, és esetlegesen segíteni a önkormányzatok munkáját. Fölépült a munkatervünk, hát ugye a közvetlen titkárom a Bot Otto úr lett, ő egy nyugalmazott közgazdász, ő a nyoknak az akciócsoport vezetője. Vele kidolgoztuk a munkaterveket, minden önkormányzattal, aki a kistérségbe tartozik, kötöttünk egy együttműködési megállapodást. Hát kicsit keserű szájízzel mondom, hogy ez egy picit egyoldalúra sikeredett. Ugye az együttműködés az mind a két fél részéről kellene, hogy fennálljon. Hát mi ott vagyunk. Az önkormányzatoknak sajnos van elég problémájuk. Tudom, megértem, nincs idejük kisebb dolgokkal foglalkozni. Úgyhogy nem bántani akarom őket, ez az igazság. Mondom, megértem őket. Van, ahol azért segítőkészek, úgy állnak a dolgokhoz, hogy tudunk segíteni. Már csak annyiból is tudom, mert önkormányzati képviselő is vagyok. Tehát sokkal több probléma van, mint a mi kis problémán. Ugyan, ami nekünk nagy probléma időseknek, de hogy az önkormányzatok szemébe ez inkább kicsi. Hát így ennyit nagy vonalakban. Egyébként ezt az idősügyi tanácsot a kormányváltáskor sajnos felrúgták. Most kezd újra szerveződni, ugyanis országos szinten ennek a idősügyi tanácsnak az elnöke mindig a miniszterelnök. Értem. Nem tudom, valami probléma történt ott. Ne menjünk ebbe bele. Politikát egyébként se engedünk be az életünkbe, mi nyugdíjasok. Én szerintem most csak még mérgez minden. Volt abból bőven az évek során nyilván. Milyen? Igen. Milyen jövőbeli tervek vannak itt a tanács kapcsán? Hát, vannak-e reformtervek esetlegesen? Vannak, igen. Ki kell várnunk azt az időt, mikor ránk is sor kerül. Én emlékszem, egy 3 évvel ezelőtti nyilatkozatomban, itt a Galga-vidéki újságnak nyilatkoztam, hogyha a nyugdíjasokat nem szaggatnák szét, tehát egy táborba tartoznának, ez egy akkora hatalmas ütőerő, el kell mindenkinek ismerni, több mint 3 millió ember. És általában nyugdíjasokra akkor van szükség, ha választás van. Ezt én így kimerem mondani. Abban a pillanatban, hogy megszűnt a választás, elfelejtik a nyugdíjasok. De ennek nem kellene így lennie. Ő valószínű változni fog, ugyanis a két nagy szervezet most
egy elnökség alatt működik. Uh-huh. A Életet az éveknek országos szövetség elnöke a Hegyesini Orsós Éva. Ő lett a Nyoknak is az elnöke. Uh-huh. Tehát ő most már nem mint társszervezet, hanem szinte egybe folyni látszik, és hogyha még ide csatlakozik a NYOSZ, akkor bizony együtt lesznek a nyugdíjasok. És ezt tudomásul kell venni mindenkinek. Nem szabad leírni az idős embereket. Ők megtették a magukét, ki így, ki úgy. Nagyon szeretem a fiatalokat is. De egy picit nem nagyon akarnak részt veszni ezekbe a munkákba. Most megint visszatérek az önkormányzatokhoz. Ha valaki nézi a testület üléseket, nagyon kevés fiatal ember van az önkormányzatokban. Felének annak kéne lenni. Agilisnak, belevalónak. És a másik fele az idős, aki adja a tapasztalatot. De hát nem tudom, mi ennek az oka. Nem szabad kirakasztani a fiatalokat. Hát övék a jövő. És sok mindent jobban látnak, mint az idősek. El kell ismerni. Ilyen egyszerű a dolog. Jobban össze kellene dolgozni össze. A generációknak igen, ezek igen, szerint. Igen, nem széthozni, hanem igenis összefogni. Összefogni, összetartani őket. És ezt hiányolom, hogy de nem is nagyon jelentkeznek posztokra fiatalok. Talán fásoltá váltak, megunták. Nem tudom. Nem azért reszort. Bízunk benne, hogy ez majd változik most már itt a jövőben. És ugye szó volt itt az Életet az Éveknek nyugdíjas egyesületről. Itt ugye az Életet az Éveknek Pest megyei egyesületnek ön az elnök helyettese. Tehát ez a harmadik titulus, amiben jelenleg képviselteti magát. Igen, János. És úgy érzem, hogy ezzel nekem ez elég ismert. Elfogynak az erőforrásaim. Tehát milyen energiákat kell ebbe a részbe belefektetni? Rengeteg időt emészt fel. Ugyanis Pest megyében 202 klub létezik. Na most ennek az összetartása ugye elég nehéz feladat. Gyakorlatilag a fölállásunk olyan, hogy egy elnökünk van, három elnökhelyettes és néhány elnökségi tag. De még így is gyakorlatilag egy vezetőre hát sok klub jut. És nagyok a távolságok, mások az adatok. Elég nehéz, de megpróbáljuk. Ez egy új fölállás, az első megalakulásnál nem igazán sikerült. Nem akarom most az okokat elmondani, hogy miért ez legyen a mi bajunk, meg panaszkodni se akarok, de most szeretnénk összefogni őket. Hát az én részem Tápi Jóságtól Gödöllői, Veresegyházi, tehát elég. Tehát a kis cserség is akkor itt elég igen, van igen, ebben igen. A vonatkozásban. Aztán a Duna másik oldalán, Pilis részen, ott is szintén van egy helyettes, Dabas részen, Apai részen szintén. Tehát valahogy megpróbáltuk elosztani a területet, igyekszünk mindenütt ott lenni, segíteni. A problémánk az, hogy egyre kevesebb a pénz, amiből éldegélünk. Tagdíjakon kívül pályázati lehetőség nagyon-nagyon gyér. Kevés. Ami kevés van, az is olyan bürokratikus formában létezik, hogy hát ember legyen a talpának, ott mindennek helyt áll. Mm. Sajnos. Nehéz hozzájutni akkor tulajdonképpen. Nagyon nehéz hozzájutni, nagyon. És ugye hát azért is alakult ez így ki, hogy klubok, helyi területek, tehát kistérségek, megyei és úgy az országos, hogy picit áttekinthetőbb legyen. Meg hát ha egy mód van rá, segítsük egymást. Tapasztalattal, cserével. De azért elégedett vagyok a nyugdíjasunkkal. Inkább összetartanak, mint szét. Azért ezt el lehet mondani. A szervezet struktúráját tekintve valóban így van, ez látszik is. Így, igen, és hál' Istennek maradjon is így.
Maradjon. Igen. Maradjon így, és a tévénézőinknek pedig azt üzenjük, hogy segítsenek ők is ebben az összetartásban, akár fiatalként, akár nyugdíjasként. Így igaz, és megköszönném nekik. Nagyon szépen köszönjük, János, hogy a vendégünk volt, és további jó munkát és sikeres szerepléseket, illetve sikeres programokat kívánok Önöknek. Nagyon szépen köszönöm. Önök a Porta 16. adását látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak, várom Önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra!